Szevasztok! Nagyon gyorsan indultunk, még arra se. Nincs hang, de van hang. Fú, bazd meg. Nem megy a stream. Úristen, 20 másodpercen van, bazd meg! Így még sose indítottam streamet. Gyerekek, most nagy izé szopó roller, mert semmit nem csináltam még. Figyeljetek, egyből beléptünk egy versenybe, mert hogy nem sok időm volt erre az egészre, ugyanis 8 órakor indul ez a szar, ez most egy spa, időmérő nélkül, minden nélkül, most kőkeményen beleugrottam itt a lecsóba. A lényeg az, hogy ez egy spa 20 körös verseny, kétszeres üzemanyagfogyás, négyszeres gumikopás. Bazd meg, jó, beszopattam most magam ezzel amúgy. Ez most kőkemény lesz, gyerekek, ez most kőkemény. Ilyet még nem csináltunk, viszont annyira meg voltam csúszva, nemrég értünk haza, meg ilyenek. Gyors épp annyira volt időm, csak hogy lezuhanyoztam. Még vizes a hajam, meg minden. Faszom! Vizes gumit vegyél, esni fog? Én nem látok esőt. Nem jön eső. Szóval most így egybe beleugrottunk, gyerekek, ebbe így, hát meglátjuk. Autót is renteltem. Nem csináltam még semmit. Szóval, hogyha nagyon szar lesz az a futam, akkor maximum kilépünk. De maximum egy jót versenyzünk. Nem hiszem, meglátjuk. Ez most egy ilyen... Kőkeményebb, bele a lecsó, bölcsém! Azt se tudom, hogy ez az autó hogy megy itt spába. Adat, hogy rám húztad volna, te majom! Szóval most így... Gyerekek, egyből bele a lecsóba, megnézzük. Megnézzük, mit tudunk termelni. Egy elhibázott féktávot, azt azonnal. Hoppá! Kerékvetőbe óvatosan, Richard. GTR-es sávó belém jött. Ez a kőkemény! Rakok egy TCS-t. Ez hatalmas őrültség volt most a részemről, gyerekek, de nem baj! Szóval az van, képzeljétek el, szevasztok, amúgy üdvözlöm mindenkit ma este, hogy itt tényleg egyből a sűrűjébe beleugrottunk, mert hogy ez egy ilyen nagyon ritkán induló lobby volt, mármint hogy óránként indul. Az igen, öcsém. Kibaszol, bazd meg. Hú, mit szóltok, gyerekek? Páros Ferrari győzelem, de csalódott vagyok Leclerc miatt. Nem éreztem annyira célosnak megint a hétvégén. Meg ami még nagyobb csalódás számomra az az, hogy ez a teljes formula, ez meg van bukva. Szóval az, hogy nem lehet előzni megint, szart sem ér. Ezért kár volt bevezetni ezt a ground effectet amúgy. Elkapjuk a Citroën, hat itt a Kodzsit. Na, de most már nem kéne cikázni, testvérem, hogy itt vagy melletted.
Még kell nekem jön, tesó. Most olyan beleugrottunk ebbe. Sajnálod, hogy Alonsót megbüntették? Na figyelj, amúgy Alonso amúgy egy nagy retek tud lenni. Ezt azért tisztázzuk. Szóval én Alonsót elismerem, mint versenyző. Kurva tehetséges. És nagyon elképesztő, amit ennyi idősen csinál. Én Alonsót azért nem tudom úgy igazán szeretni, mert nekem nem volt szimpatikus az, amit mindig csinál az összes csapatával. Miután eljön valahonnan az, hogy szétszídja őket amúgy a médiába, lásd Ferrari, lásd McLaren, én ettől behányok. Szerintem ez kurvára nem korrekt, ezt nem így kéne. Egy ilyen örök sértettséget látok benne, azért mert ő sose tudott normálisan szerződni. Láttam, hogy jön a Toyota GT-ben, de igazából leszarom, mert nem ilyen régi szarokkal szeretném menni, hanem új autókkal, új Le Mans-i autókkal. Egy részről. Meg Forma 1-es autókat szeretnék. Figyeljetek, 8-ak vagyunk. 8-ak vagyunk, úgyhogy se időmérő. Most ültem le ebbe a pillanatba. Hát ez király! Na nyomjuk neki! Nem baj. Ez egy 20-20 körös, kétszeres üzemanyagkopást és négyszeres gumikopást és egy kötelező box kiállás van. Megvezetett a kerékvető. De figyeljetek, jövünk feljebb. Mi a fasz? Arra jó lesz, hogy most megnézzük, hogy milyen konstans tudok lenni. Ugye semmiből. Meséljetek amúgy kivel mi újság, milyen hétvégétek volt, srácok? Ez egy McLaren F1? GTR itt előttem? Ez király.
nagyjából ugye a tizedik körig jó lenne, hogyha elhúznám a gumikkal. Látom a csetet pillanatban, és látom. Hosszú sikán, ban, tövi, nyom, mert időt vesztesz. Hosszú sikán, melyik sikára gondolsz, tesó? Segíts. Melyik sikára gondolsz? Hanyas kanyarról beszélünk? Az Eurózsa gondolsz? Fuck you, mate! Negyedikek vagyunk, guys! Az kemény, bazd meg. Az eddig egész jó, srácok. Időmérő, bemelegítés nélkül. Lehet ez a titok? Na nyomjuk! 24 másodpercre vagyunk az első, tehát nem mondom, hogy megnyerjük. De nyomjuk. Nyom neki, Ricsi, köszi szépen, srácok, a szurkolás királyok vagytok. Tényleg most így nagyon beledobtam magam a mély vízbe ma. Csak az a baj, hogy igazából tényleg az, hogy meguntam ezeket, hogy mindig ilyen rövid kis versenyeket nyomunk. Mondtam, nézzünk meg egy hosszabbat. Nyomjad, vamos, Tomi! Mesélj, Edi, milyen? Kicsit az elsők már kezdenek elmenni amúgy, mert most már alul kormányzott az autóm. Hiába tekerem. Nem nagyon akar fordulni az autónak az orra. Na nem baj, megyünk tovább, nem baj. Kicsit majd finomabban csinálom, mert megpróbálom a hátsó... Megpróbálom fékkel a kanyarbejáraton esetleg még stabilizálni jobban. Az az igazság, hogy hazaértem, megláttam, hogy majd egy ilyen verseny van. Ugye, mert hogy hétfőnként vannak mindig a reszetek, meg kiírva az új versenyek. Na faszom, üsse kavics, menjünk egy ilyet. Lesz, ami lesz. Őszintén szólva bíztam abban, hogy... csúszkálok. 23. Az az igazság amúgy, hogy azzal sokat lehet ám spórolni, hogyha az üzemanyaggal is elkezdesz spórolni. Mert akkor nyilvánvalóan, amikor kint vagy a boxba, akkor nem töltenek rá, vagy ha tudod csinálni, nem töltsenek rá. És ezáltal rövidebb tud lenni a box kiállásod. Jó, ez van. De igen, kérdés, hogy ők hogy állnak gumival, meg üzemanyaggal? Ugye ez nagy kérdés. Az meg. Nem volt meg a kanyar csúcspont. Azt mondod, ez placebo? Szevasz, Patrik!
hatodik körbe vagyunk, mondom, hogy 10-11 körig, hogyha el tudnám húzni, az egész jó lenne. Igazából itt az üzemanyag is a kérdés, de talán üzemanyaga egész jól állunk, mert hogy 3/4 alatt van egy pici. Igazából amíg ezekben a nyújtott kanyarokban azt érzem, hogy még okék vagyunk, a gumival addig jók vagyunk. Picit itt lecsúsztunk, de nem baj. Hello Ricsi, szevasz Benny, szevasztok srácok, aki most ugrik be a csetre. Gyorsan mondom, hogy ez egy 20 körös verseny, most léptem be a semmiből. Minden gyakorlás meg időmérő nélkül az utolsó erről indultunk. Kétszeres gumikopás van, négyszer, vagy kétszeres üzemanyagkopás, négyszeres gumikopás. Jelenleg a negyedik helyen autózunk srácok, és úgy látom, hogy egyre tudom tartani a magat mögöttem lévőt. Hát megpróbálom közeledni a harmadik helyhez. Reméljük a legjobbakat. Egyre kevesebbeket kapsz körönként, igen, de a harmadik körön volt eddig a legjobb. Próbálok egy normális kört összerakni. Picit azért mondom, én már úgy érzem, hogy egy picit a gumi az elkezdett, de az is lehet, hogy... De szerencsére itt van velem Gabriel, a versenymérnököm, aki folyamatosan jegyzetel. Meg bíztatom, hogy... Gabriel a legnagyobb kritikusom, de egyben a legnagyobb versenymérnököm is. Ebben nem kellett volna visszaváltanom egyet. Ez elmegy amúgy. Kettesbe vedd az utolsó sikánt. Azt mondod? Kösz, srácok. Sok-sok-sok, meg ne pördülj, bazd meg. Jó, amúgy úgy láttam, hogy a mögöttem lévőnél tudtam növelni a távolságot, és talán közeledtem az előttem lévőhöz. Sok-sok, bazd meg! Sok hiba volt ebbe a körbe. Bazd meg, menj már vissza! Beakadtam a kurva izébe! Rázókőbe, bazd meg, ilyet! Shit! Jó, az a negyedik hely is jó lenne amúgy, de nyilván most egyre még ne a helyekkel foglalkozunk, hanem menjünk. Előre, mert még dolgunk van. Még fél távnál sem vagyok. Áááá, de lecsúszik a Ricsi. Ó, faszom. Jó, hát nem csak én hibázok, nyilván mások is. Aztán, Gabriel, mesélj, te hogy élted meg a hétvégét? Mondom, én nyilván örülök a kettős győzelmünknek. Meg igazából most a győzelmet nem kell megmagyarázni, most az, hogy volt Red Bull, nem volt Red Bull, tök mindegy. Jó volt a tempó. Én azt sajnálom csak, hogy Leclerc a szombatját is elbaszta, ugye az időmérő is szar volt, szarul építkezett föl az egészre. És egyrésztről ez az egyik probléma, a másik probléma az, hogy nagyon sokáig be volt ragadva Norris mögé, emiatt szerintem elment a futama, nem is tudott igazán csatázni amúgy Sainzzal. Ami szimpatikus volt, hogy amikor bejött az első VSC, ugye Hamilton miatt, akkor nagyon jól menedzselte a deltákat amúgy Leclerc. Ez amúgy, ebben amúgy Vettel volt kurva erős, és egy egész ilyen 4-5 másodperces lemaradásból feljött másfél másodperc alá Sainzra, a VSC alatt, az szimpi volt, az ügyes megmozdulás volt. A boxban is amúgy a Ferrari volt a leggyorsabb, ennek megint csak örültem, és Leclerc-kel voltak a leggyorsabbak, szóval Leclerc szerelői. Sajnos azt gondolom, hogy nem lehet teljes egészében összemérni amúgy a tempójukat itt a hétvégén, de tekintettel arra, bazd meg, hogy Sainz megy, ugye, mert hogy nem hosszabbított vele a Ferrari szerződés, hiszen ugye tudjuk, jön a Hamilton. Azt érzem egy picit, hogy Leclercből valami most hiányzik nekem, vagy nem tudom, és nyilván én Leclercesebb vagyok inkább, Ferrari is vagyok, szóval győzelem az győzelem, és nyilván örülök a csapatomnak, hogy győzött, de jelenleg azt gondolom, hogy Leclercnek kéne ezeket behoznia, és nem Sainznak. És az, az igazság, hogy nem tudom, most megnézzük Suzukát amúgy, de Suzukába azt készüljetek fel, hogy a Verstappen meg a Red Bull darálni fog. Hát tavaly a másodiknak, ugye a második Norris lett, ő kapott 20 másodpercet, Leclerc 44 másodpercet, Sainz meg 50 másodpercet kapott tavaly.
Suzuka-val gyerekek, brutálisan szarrá verték tavaly a mezőnyt ott. Figyeld az időjárás, valaki azt írja. Mit ír az időjárás? Igazad van. De én nem látok esőt szerencsére. Szóval én csak azért vagyok kicsit csalódott amúgy, mert Leclerc-től többet várok. Bízom, nyilván nem akarok itt messze menő közvetítéseket levonni, meg az is idegesít, hogy a sok fotel szakértő, akik életükben megnéztek 10 futamot, abból indulnak ki, hogy hát most volt egy-kétszer, amikor Sainz gyorsabb tudott lenni, mint Leclerc, akkor már Leclerc egy szar. És én ugye a barátai körömmel pont, hogy azt beszélgettem, meg azt mondtam nekik, amire nagyon szomorú vagyok amúgy, hogy sem a Weber Gábor, sem egy kibaszott média, senki nem hozza ezeket le, hogy azért Sainz ugye megjárta a Toro Rosso-t, megjárta a Renault-t, megjárta a McLaren-t, és utána van a Ferrari-nál, szóval az azt jelenti, hogy sokkal több filozófiai tapasztalata van, ugye itt autóépítési filozófiára gondolok, és csapatműködési filozófiára, míg Leclerc a Sauberből kiesve ugye egyből átkerült a Ferrari-ba, és azért a Sauber is Ferrari alapokon nyugszik, a Ferrari nyilván, hogy ő nem nagyon rendelkezik az olyan fajta autó tapasztalattal, mint például egy Sainz. Így nyilvánvalóan amúgy Leclerc nagyon sokszor panaszkodik arra, hogy például most is az volt a hétvégén, azt mondta, hogy az FP3-nál se érezte már igazán, de időmérőre úgy, hogy az autó eleje elment, és ő nagyon érzékeny az autó első tengelyére. Mert ő egy ilyen pilóta. És én azt gondolom, nyilván nem védőbeszéd ez amúgy, hanem én ezt gondolom ennyi év Forma 1 tapasztalatából, hogy Sainz sokkal nagyobb tartományban képes az autókat működtetni meg az autót, mert sokkal több tapasztalata van. A szartól egészen a jóig. És ez nagyon fontos szerintem egy Forma 1-es pilóta esetében, és nem feltétlen gondolom azt, hogy a Leclerc esetében ez jó, hogy ő csak Ferrari-val ment. Ennyi éven keresztül, meg úgy összességében. Mert nem ismer más filozófiát. És itt most nem olyan nem csapat filozófiára gondolok, srácok, hanem ahogy az autót összerakják, tudjátok? Mert ezen a szinten amúgy mindenki teljesen máshogy rakja össze az autót, teljesen máshogy működnek az autók. Bocsánat, elég nehéz amúgy pofáznom is, meg koncentrálnom, meg a csetet is nézni, valamit írtatok. Próbált, hogy nem kettesnél nem váltasz lentebb. Azt mondjátok? Az a baj, hogy néha egy-két féktávon szerintem érdemes az egyest. Harmadik nem elérhető, azt írjátok? Jó, kösz. Azért várjuk még meg a végét, de amúgy szerintem, hogyha a harmadikat nem is lehet elvernem, hogyha a harmadik hely nem is lehet meg akár a dobogó, még úgyis azt gondolom amúgy, hogy tényleg így minden nulla gyakorlással így, hogyha tartjuk a negyedik helyet, az még szerintem egy tök jó. Jöjjek a boxba, azt mondjátok? De az a baj, hogy a körökből körökből meg azt látom, hogy amúgy még van még ebbe a gumiba. Gabriel, mit mondasz? Gumi? Menjek boxba? Mit mond a versenymérnököm? Fülemre. Legközelebb úgy játszok, az ebb élsőn be kell lépted.
Ne gyere baszki, senki nem mondta. Jó. Nem jövök. Gyerekek, vezetjük a versenyt, de még nem voltunk a boxban. Jó, 12-ben jövünk a boxba. Megértettem. Azt mondjátok, ne tankolj... Azt mondjátok, ne tankoljak! Micsoda, az butaságnak érzem. Jó. Nem akarok tekerni a motorerőm vissza. Egyet ebbe a körbe box. És épp hogy rakunk rá egy kis üzemanyagot. Megnézzük így. Na ucu. Fuck me! Megérdemeltem bazdmeg, ebben sok volt a levágás, nem baj, menjünk. Kicsit amúgy most már tényleg elfogyott a bal első. Mindjárt kimegyünk a boxba, aztán 3000-ért teletankoljunk. Rakjál softot? Jó, Gabriel, akkor mit? Mediumot vissza? Jaj, a medium az elég lesz. Soft az szerintem elfogy. Na nézzük! Hol kell kimenni? Bazd meg, mit csinálok? Faszek!
Médium kell, srácok, a softot megeszem, az a baj 7 kör alatt. Igen, a soft 5 kör, azért mondom. Gyerünk már, gyerünk már, gyerünk már, menjél már, baszd meg, még fél óra, míg odaérsz a bageci boxba. Ja, mert itt lent van a GT-s box. Menjél már, cseréljétek, cseréljétek már! Gyerünk! Jones, tankolja, tankoljad! Jó, go, go, mennyi, 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 fiam, mennyi, mennyi, bazd meg, mennyi már, pöcsömöccse! Faszom, milyen lassú csapatod! Harmadikok, harmadikok, harmadi, micsoda? Micsoda? Bazd meg, hol kell? Nem voltam még itt soha a boxba, esküszöm nektek. Hát ez bazd. Faszom így elbaszni. Na próbáljuk meg innen behozni a harmadiknak, gyerekek. Nagyon jön a mögöttem lévő. Bocsánat, most a chatre nem annyira fog fókuszálni, ne rakodjatok ezt az utolsó hétkör, megpróbálom megnyomni át, hogyha tényleg tudunk ebből esetleg egy pódiumot hozni. Ciki. Jó. Mert hogyha azért egy harmadik helyet hozunk így az utolsóról, azt szerintem menő. Megpróbálom most ilyen full fókuszba menni, ne rakodjatok kicsit, hogyha kevesebbet fogok beszélni. Büntes, bassz meg anyádat. Képzeljétek el, régen, amikor Forzával verseny, vagy Forzában bajnokságokon vettem részt és streameltem, akkor mindig volt egy srác, Smokey-nak hívták amúgy. Viktor volt az igazi neve. Kurva jó fej srác, nagyon sok mindenben segített, és ilyenkor ő volt a versenymérnököm, mondta, hogy a cseten mit írnak, hogy tudjak csette is foglalkozni, meg mondta, hogy állok a versenybe. Aztán sajnos hát megszakadt a kapcsolatunk. Egyszer láttam amúgy, hogy ő is streamel. De már nem vagyunk jobban.
hogy látjátok a második hely, vagy a harmadik hely, meg lehet a második, az meg nem mi. Ez a Horus az jól megy. Nem tudom, milyen Viktor volt már. Bazd meg, valami nem stíme, elkezdtem sodródni. Kanyarok kanyarra. Bazd meg, két másodperce benne maradt a középső szektorba. Csak öten maradtunk, az szép. Spá, amúgy még mindig kurva jó pálya. Legalább a negyediktől távolodunk. Nézzek itt is, hogy csúszok le, baszki. Sodródok, nem is csúszok, sodródok, az az igazság. Mi a faszom van, baszki? Nézzek ebbe is, mennyi benne marad. Befáradtam a koncentráció, mennyit bírt? Van ilyen, amúgy tényleg. Láttam már ilyet. Hallottam már erő.
Nem jön eső. Azt nézem. Van három kör. Lekörözés? Hogy mi a faszom itt előttem? Látom, hogy pályát tanul. Amúgy közeledek, srácok, a másodikhoz, nem? Ha figyeljetek már, mi van? Mi a fasz? Mi a fasz? Gyerekek, csak nem megszerezzük a leggyorsabb kört, hát akkor beszarnék. Hoppá! Hoppá! Mi van? Faszom van, és nézzük, elbaszom be, az megjön a track limit. Lehet, hogy az eltolt taktikánk még bejöhet a végén? Az a baj, megint elkezdtem elizgulni, bazd meg. Istenem, olyan szerencsétlen, hogy beizgulok itt. Aztán most kapom a büntit. Aztán dolgozhatom le megint az előnyt, vagy a hátrányt. Egy kör! Hiába mondjátok, hogy nyugi, bazd meg. Pánikbeteg vagyok, hát ilyenkor kikészülök.
Az előttem lévő olyan szoftom van? Ah, benya az kibírja ezt az egy kört már. Grande, mit mondasz? Kibírja a gumi? Vagy a... az üzemanyag? Bocsi! Hát ez köcsög volt, basz meg, de hát rám húzta geci, hát nem néz! Nem figyelt, most... De a játék nem büntetett, szóval... És tudjuk nagyon, hogy a GT szigorú. Húcsó erő, gyerekek, második, de bejövök, mit nem szarték, mi a fasz? Hopp, fasz meg most baszom el. Jó, egyet a büntetet leszarom, bazdni. És leggyorsabb kör, bazd meg. Vamos! Gyerekek, mit mentünk? Azt a kurva! Hú, bazzi! Minden gyakorlás nélkül belugrottunk egybe ebbe a versenyet, gyerekek, időmérő, minden szar nélkül. Nem rád húzta, hanem bementél a nem létező helyre. Azt mondod, Erik? Hát... nem tudom, amúgy pályáról jött vissza, vagy pályán kívülről jött vissza amúgy. Szóval... na mindegy, ha a köcsög is voltam, akkor is így járt. Ez kemény volt. És nem izgultam el, bazd meg. És a leggyorsabb kör is, amilyen volt, srácok, ez kurva jó. Ez így fasza volt. Úgycsó helyről, bazd meg. Smooth operator. Oda nézz. Yes! 14 helyet jöttünk fel, gyerek. Hát ez egy screenshotot ér. 14 helyet, bazd meg. Az mi? 14 helyet feljebb jöttem, és fast a slap. Jó, ez jó volt. DE rating, hát mi történt? Sok versenyből kiléptünk, amikor kipörgette. Tanulság, francokat kell gyakorolni. Hát amúgy, ja. ez jó volt, ez nagyon izgalmas volt. Ez nagyon tetszett. Ez nagyon, nagyon élveztem ezt a versenyt. Az a baj, hogy nagyon sok volt a... írok ennek a fasznak. Én jó fej vagyok. Király volt. De nem büntetett meg a játék, szóval. Nem lépett még ki a gyerek, megvárom, amíg kilép. Hát ír valamit. Ez jó volt. Mesd el a videót, visszajátszást. Minek? Az ennyi nem volt nagy, nem? Na mi? Király volt, bazd meg. Viszont az a baj, stream végére is van. Pont egy, majdnem egy órás volt ez az egész. Na, látjátok, mert ezt láttam. Pörgessünk, pörgessünk. Elmegyünk, elpörgetjük az ajcsikat. Rossznak írtál, nem? Nem, az a Hórusz volt, akit kiforgattam véletlen. Kiforgattam? Hát húzogatja itt az ember farkát. A franciának írtál. Nem a Hórusznak írtam. Tök mindegy. Jó volt, ez jó volt, gyerekek. Ezt élveztem.
Na nézzük. Ő csillag, mit pörget? Ezt a szart, basz. Ez amúgy királymeccs volt, basz meg, de élveztem. Bazzeg, komolyan mondom nektek, most minden nagyképűség nélkül, hogyha többet játszanék a Gran Turismo-val, nem ez a napi egy óra, akkor nagyon jó meccseket nyomhatnánk. Holnaptól nem az az építőipar, dolgozok, megyek Maranellóba. Gyere, Gabriel! Aztán mit szólsz a pletykához, hogy lehet, hogy megszerezzük Nyui bácsit? Adnám amúgy. Azért király lenne, bazd meg, Nyui még jönne egyet, fejlesztene egyet, Hamiltonnak egy csocsit. Hamilton behúzná 8-at Ferrarival, gyerekek. Ez csumi, ezt menne nyaralni. Most én abba bízok amúgy, hogy Alonzót átviszik a... Az lenne a király, Alonzót átvinnék a Red Bullba. Egyszer ez ott jó sok pénz lehetett volna. Hogy Alonzót átraknák a Red Bullba, esetleg az Aston Martinba bemenne a Sainz, talán. És a Mercedesbe, meg akkor kit ültetnék a Mercedesbe? Nem tudom, egy évben visszaültetném a Mick Schumacher, nem tudom. Nem 4-5 éve, már 20 éve beszélik, hogy jön a Nyui amúgy, de már el kell már mindent beígérni neki, azt is, hogy helikopterrel hozzák, viszik folyamatosan amúgy. De igazából a 80-as években amúgy volt csinált olyat a Ferrari, hogy Maranello helyett volt egy, ugye a 90-es években, 90... Amikor az Alan Prost meg a Senna harcolt, akkoriban Angliában volt a főtervezése az autónak. Képzeljétek el, és működött be az benne, azért most ennyi, 30-35 évvel később nehogy már ne lehessen megoldani Perezt a Mercibe. Az is jó lenne, Perez a Mercibe, de értem már Perez is már végigült mindent. Ja, de amúgy ez fasza lenne, Perezt a Mercibe. Á, nem, amúgy valószínű, nem, mondjuk az asztalhoz nem fog visszamenni. Az jó lenne amúgy. Vagy egyből, vagy hát Sauberbe is jó lenne a Science. Menjen oda a faszom, úgyis Audi lesz. Mondjuk az jó szar most. De hogy... Az a baj, én annyira nem szeretem Sainzot, mert számomra a mostani tempóját meg munkáját nem tudom. Nem tudom elvenni. Szóval, hogy profin végezte amúgy most a hétvégét a Sainz. Tényleg jól építette fel a hétvégét, tényleg látszottam, hogy Q1, Q2, Q3-ban is tudott gyorsulni. Megérdemelte most ezt a győzelmet, nyilván. Most hagyjuk ezt, hogy kiesett a Leclerc, vagy a Verstappen, nem esett ki a fasz térekkel. Beért nem, akkor innentől fogva nem kell számolni. De hogy amúgy tényleg tökéletes munkát végzett szerintem a Sainz, de én azért nem szeretem a Sainzot, mert számomra a csapat ellen követett el végzetes hibákat. Nekem nem akkora csapatjátékos, mint amire énnek. Szóval, hogy... Na. Nekem 2022-ben Silverstone-ban, amit csinált, nekem az sok volt. Nekem az egy kicsi sok volt. Nyilván ez az én szubjektív véleményem. Én annyira nem szeretem Sainzot, nem tudom. Túl sok a haja. Idegesít. Szerintem Sainz nagyon jó, sőt, sokkal felnőttesebb a maga tartása, mint Leclerc-é. Nyilván más a két srácnak a habitusa. Én azt gondolom, hogy ha Leclerc-nél minden passzol, akkor nincs, akkor nem tud mellette Sainz labdába rúgni. De tényleg Sainznál azt érzem, hogy amikor igazán ott a lehetőség és jónak kell lenni, akkor jó tud lenni. Meg hogy én úgy szoktam mondani a barátjaimnak, hogy Sainzban jelenleg azt érzem, hogy kicsit nagyobb a racecraft. Ezt érzem. De igen, nekem is ez a könyörgés ott Silverstone-ba, amikor megkérték valamire egyértelműen, és akkor srácok, ne csináljátok ezt velem, ne vegyétek ezt el tőlem. Ugye az első győzelme. Nyilván, oké, persze. És nekem ez egy Ferrari-ba nem fér bele. Egy Ferrari-ba nem számítanak az önös érdekek, ott csak az számít, hogy a csapat érdek mit kínál, és ott lényegében Sainz tálcán kínálta fel. Nem csak Sainz, hanem maga a Ferrari is tálcán kínálta fel a többieknek amúgy Leclerc-et. Nekem az ugyanilyen nem tetszett. Főleg azért nem tetszett az amúgy, mert egész évben ott, Silverstone-ig is, Leclerc torony magasan jobb volt, mint Sainz. Nekem az a húzása nem tetszett, én ezért nem tudom nyilván befogadni ugye a szívembe, meg hát Leclerc-kel jobban szimpatizálok. Jobban kedvelem, de én most jelenleg, azt mondtam pont a Tominak, a haveromnak, hogy csapatfőnökként
most hagyjuk azt, hogy mi volt 23-ban, 22-ben, mert nem számít, hanem hogyha csak a 2024-es teljesítményt kellene néznem, akkor nyilván az van, hogy időmérőn Bahrainbe megverte Sainzot Leclerc, oké, jár a puszi a Leclercnek. Versenyen ugye volt ez a fék problémája, így igazából nem nagyon tudom összehasonlítani a kettőjük tempóját, de hozták mind a ketten a kötelezőt, hiszen Red Bull 1-2 volt, Ferrari 3-4. Jó, nézzük Jeddát. Jeddában nyilván Sainz nem tudott versenyezni, ugye hiszen műtéte volt, Leclerc viszont hozta a harmadik helyet, megint az elérhető maximális pontot benyakalta, plusz a leggyorsabb kör is az övé volt, nem összehasonlítható megint. És jelenleg csak abból tudok kiindulni, hogy most Ausztráliában egyszerűen a szabad edzések alatt mégis az jött ki, hogy Leclerc jobb lesz. Péntekről szombatra elveszítette az autónak az elejének az érzését. Ezt úgy próbálta meg orvosolni, hogy időmérőre feljebb állította amúgy az első szájnak a dőlésszögét, vagy feljebb állította nyilván a szerelőkkel, ezzel próbálta visszahozni az autó elejét, hogy nagyobb legyen a tapadás, de a saját interjúi alapján ezzel pont, hogy csak rosszabb lett, mert még rosszabb lett neki az első tengelyen az érzés, és ugye Park Fermé miatt nem tudsz már, szóval ahogy elindulsz a Q3-ban, vagy a Q1-ben, azzal az autóval kell teljes egészében az időmérőt végig tolnod, és utána majd a futamot is. Ellenkező esetben, hogyha te hozzá akarsz nyúlni amúgy az autóhoz, akkor box utcás indulás van. Szóval itt nem tudom, hogy megint mi történt. Itt bízom benne, hogy megértik majd, meg rájön ő is, hogy mi volt a probléma. De tekintettel arra, hogy ugye Perez büntetéséből fakadóan negyedik helyről indult a Leclerc, és utána beragadt Norris mögé, egy darabig a negyedik helyen, majd ugye a harmadik helyen, miután Verstappen kiesett. Megint csak nem összehasonlítható amúgy Leclercnek és Sainznak a tempója, mert onnantól fogva Leclerc folyamatosan nem tudott saját tempóba menni, mert nem légüres térben volt, mint Sainz. Piszkos körülmények között ment, ugye piszkos levegőben, és mindig sokkal régebbi volt a gumia. Itt mondom, azt az egyet tudom ebben a hétvégében én személy szerint értékelni Leclerc esetében, hogy a VSC-s delta időt nagyon jól menedzselte, meg nyilván a pit crewjának a munkáját. Szóval nem tudom megint összehasonlítani, de tényleg azt látom, hogy most volt egy lövése Sainznak, és ezt tökéletesen behúzta. Szóval nem tudom, nagyon kíváncsi leszek Suzukára. Suzukában bízok egy nagyon nagy Leclerc dominanciába, így Sainzzal kapcsolatban. Ugye mondtam nektek, hogy tekintettel arra, hogy én azért ez idén nem lesz világbajnok Verstappenen kívül senki, ez azért messze ne menjünk el felett, nyilván. Ezért muszáj, hogy én most ugye ezt nézem. Egyrészt szeretném, hogyha Hamilton meg tudná venni Russellt, ugyanakkor meg a jövőre való tekintettel Leclercnek idén el kell picsáznia amúgy Sainzot, rendesen, már csak azért is, hogy a csapaton belüli hierarchia jól működjön, érted? Mert amúgy úgy elmenni Sainznak, hogy na, megvertem Leclerc-et, akit megtart a Ferrari, és akkor mellé ül Hamilton, plusz Leclerc-ként úgy ott maradni, hogy bazd meg, kikaptam az előző csapattársamtól, az cink. Már csak azért is, srácok, mert minden Forma 1-es pilótának az első ellenfele az a saját csapattársa, hiszen az ugyanabban a technikában ül, mint én. Az alapján leszek beskatujázva, plusz az alapján van az én csapaton belüli pozícióm elintézve. Nyilván Sainz régebb óta van a Forma 1-ben, és ugye még egyszer mondom, hogy nyilván Sainz elfogyasztott már 3 csapatot, hiszen Toro Rosso, ugye hiszen Red Bull tanonc volt, vagy nevelde volt, de utána ugye ahogy érkezett Verstappen, ő elment, mert hogy nem nagyon jöttek ki jól, átment a Renaulthoz, a Renault az olyan volt, amilyen, onnan átment a McLarenhez, Norrisszal egész jól el voltak, de jött a lehetősége, hogy ugye Vettel helyére bejön a Ferrariba. Szóval azért mondom, hogy ő 4 különböző csapatot, 4 különböző technikai kultúrát, autófejlesztési szemléletet, stb. Mást tudott magába szívni, meg 4 különböző csapat által összerakott autót tapasztalhatott meg, és ez nagyon sokat számít, még egyszer mondom. És az a baj, amúgy ez is idegesít, hogy nagyon sok ilyen kommentet látok, hogy Leclerc egyre nagy, mi a kis herceg, meg a nagy monakói kis herceg, amúgy ezeket mind a hülye nézők teszik a nyakába, meg hogy megint picsog, meg mit tudom én. Az az igazság, hogy én Leclerc-et nem csak Forma 1-es karrierje óta követem, hanem előtte is, a betét futamokban, meg a betét kategóriákban. Tényleg ez a srác nekem mentálisan kurva erős, szóval az, hogy meghal az apja, beül, megnyeri. Az, hogy meghal ugye Spában a barátja,
az Anthony beül és megnyeri a versenyt. Ezek mind olyan képességekről vallanak. És tényleg az, hogy nagyon sokszor láttunk tőle olyan időmérőt, amikor az utolsó körbe kijön, érted? Az utolsó lövése. És abban az utolsó lövésben nem remeg meg a keze. És ennek ellenére azt mondják nagyon sokan, hogy gyenge, hogy mentálisan gyenge a Leclerc. Bazd meg, akkor nem tudsz kijönni, és nem tudsz az utolsó másfél percben az legjobb körödet összerakni, úgyhogy abból pole pozíció legyen. Ez kurva nehéz. Az való igaz amúgy, hogy gumimenedzselésben Leclerc rosszabb volt 21-ben, 22-ben, 23-ban, mint Sainz, viszont 23-ban, ugye Barcelonában volt egy borzasztó körülmény, amikor elmondta, hogy egyszerűen ebben a váltakozó kondíciók között nem érzi az autót, nem tudja, hogy kell a gumit használni, és utána eltelt egy hétvége, és megint ilyen váltakozó kondíciók voltak, bazd meg, és ment neki. Hát így van, ugye Bianchi volt a keresztapja. Nem kell, hogy egymást így verik, egymást pusolják, hogy jobbak legyenek. Igen, csak mondom, nem tudom. Nyilván még egyszer mondom, hogy nem lehet összehasonlítani a két srácot. Hogyha második helyről indult volna Leclerc, vagy hogyha már az első körben meg tudta volna előzni Norriszt, és mehetett volna Sainzzal, akkor oké lett volna. Egyrészt amúgy haragszok, amúgy nem gondolom sokan az M4-et néztétek, ugye az M4 is kap egy az FIA, vagy a FOM által egy ugye közvetített jelet. És ugye az megy amúgy az F1 TV Pro-n, az megy a Sky-on, meg mindenhol máshol, ugye ez a hivatalos adás, amit ilyenkor kap az M4 is. És nagyon haragudtam amúgy, egyrészt haragszok a Weber Gabira, mert hogy nem hiszem, hogy nincs egy F1 TV Pro előfizetése, ahol amúgy írásban is lehet látni az összes box talkingot, amikor az engineer beszél amúgy a race engineer a pilótával. Mert hogy amúgy, amikor kijött Leclerc a boxba, és visszament, utána Savi mondta neki, hogy okay, Charles, ugyanúgy menedzseld a gumikat, ahogy az előző etapba. És ennek ellenére folyamatosan amúgy a kis Norbi, amúgy akit nem szerintem nem való kommentátornak, maradjon a versenyzésnél, de hogy meg a Weber Gabi is folyamatosan ezt hajtogatta amúgy az élő közvetítésben, hogy hát Norris jön főfele. Norris jön meg izé, de azért Leclerc tartja. Bazd meg, Leclerc csak mente Norris tempóját, mert amúgy többször rászólt Savira is amúgy, ugye a versenymérnökére, hogy mert az idióta meg egy körön ötször mondta el neki, hogy Norrisnak mekkora a távolság, pedig nem változott a távolság. Mert amúgy Leclerc csak tartotta a tempót, mert próbálta beosztani a gumikat, és amúgy ez a gumibeosztás sikerült is neki, hiszen a verseny végén meg tudta futni amúgy a leggyorsabb kört. És ez amúgy azt mutatja, hogy fejlődtek, meg fejlődik ő is gumikezelésben. Na mindegy, de én most Ferrari szurkolóként is annak örülnék a legjobban. Amúgy Webert én is nyilván tisztelem. Szóval most nekem arra van szükségem a Suzuki futammal kapcsolatban, a következőket várom. Egyrészt, hogy Leclerc bizonyítson, nem kell bizonyítani a bazen, mert már bizonyított a csávó, de hogy most ezen a pályán meg kellene verni a Sainzot, akkor Hamilton jó lenne, hogyha valamit összekapná magát amúgy, jó lenne, hogyha megverné Russellt, de amúgy azt is tisztázzuk, srácok, szerintem, és tegyük hozzá amúgy, hogy a Mercedes a legjobb bizonyíték arra, hogy 7-8 évnél tovább egy dominanciát nem lehet fenntartani. Látjátok, szét van esve a Mercedes. 3 éve nem tudnak labdába rúgni, mondjuk hozzateszem, hogy hála jó égnek. Egyetlen egy csapat van, aki a Red Bull kihívója tudott lenni, még így is, hogy le van maradva, az a Ferrari egyértelműen, és egyértelműen látszik amúgy a Vasseur óta a fejlődés, csapatmorálba, meg úgy csapatműködésbe. Én nagyon bizakodó vagyok a jövőt illetően, meg hát meglátjuk, hogy 2000... Ugye ne felejtsük, hogy a Red Bull még soha nem csinált motort. Szóval 2026-ban ugye jön az új motorformula, és ezek az emberek nem csináltak még motort. Szóval nem tudom. Azért nem gondolnám azt, hogy ők most így egyből bele tudnak ebbe az egészbe találni. Szerinted Alonso megérdemelte a büntetést? Sanyi, nagyon jó kérdés. Nézd, nagyon sok telemetriát lehetett látni. Nyilvánvalóan a telemetrián látszott, hogy Alonso azt a kanyart most nem úgy vette, ahogy, de itt azért nem arról van szó, hogy bele satúfékezett volna, hanem egyszerűen csak elvette a gázt. Itt amúgy elméletileg nem értem amúgy az Aston Martin miért nem vétózta ezt meg, mert utána a telemetriája folyamatosan azt mutatta, mintha a gázpedál jeladója elromlott volna. Szóval nem tudom.
Meglátjuk. Nem tudom amúgy, de mondom, Alonzótól amúgy nem idegennek ezek a megmozdulások, azt azért tisztázzuk hozzá. Ő nagyon ravasz róka. Na mindegy, meglátjuk jövő héten amúgy Suzukát. Én nagyon kíváncsi vagyok, nagyon várom. Szeretem azt a pályát, viszont azt arra készüljetek fel, hogy az első szektorban a Red Bull az mindenkinek, vagy főleg Verstappen addig fog mindenkinek 6-7 tizedet csak az első szektorban. Azt senki nem fog tudni azon úgy átmenni. A McLaren viszont erősnek érzem amúgy, szerintem a McLaren jó lehet Suzukába. Csak úgy, mint most Ausztráliában. Aztán meglátjuk. Nyilván ami jó amúgy, hogy az Aston Martin nem szerzett sok pontot, a Mercedes nem szerzett sok pontot, ugye most Ferrari szempontból nézem ezeket nyilván. Amúgy, hogyha hosszú távon verhető lenne folyamatosan legalább a Perez, akkor még azt is el tudnám képzelni, hogy akár összejöjjön egy Ferrari második hely fixen, vagy akár egy konstruktőri világbajnoki cím, az azért baszó lenne amúgy. Az király lenne. Sőt, az lenne a legjobb amúgy, hogy most így összejönne egy konstruktőri világbajnoki cím, jövőre egy szoros, nagyon-nagyon szoros, de mégis Ferrari világbajnoki cím, és akkor 26-tól meg mondjuk egy olyan 5 évig tartó Ferrari dominancia, az egy kielégülni. Na mindegy. Na jó van, fiúk, lányok, elköszönök. Köszönöm szépen nektek a ma estét, hogy itt voltatok. Kurvára élveztem ezt a streamet, remélem, hogy ti is élveztétek, amúgy már egész jó verseny volt, és hát nézzük meg még ezt a képet, hiszen 14 helyet jöttem feljebb, minden gyakorlás időmérő nélkül, és második helyen végeztünk, plusz a leggyorsabb kör is, amilyen volt. Na. Tomi barátommal terveztük amúgy, hogy kibeszéljük így a Forma 1-es hétvégén a dolgokat. De nem tudom, annyira sok jó csapat van, akik csinálnak ilyen podcastet, hogy nem tudom, hogy én mit tudnék ezt hozzátenni. Nyilván van egyfajta szemléletem, de az a baj, hogy nem tudok teljes egészében nem elfogult lenni, mert amúgy valamilyen szinten elfogult vagyok a Ferrarival, meg Leclerc-kel szembe is. Szóval, ja. Na mindegy, fiúk, lányok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, aludjatok jól, vigyázzatok magatokra, holnap találkozunk.